A Művészeti Iskola növendékei minden fél évben előjátszáson vesznek részt egy hangverseny keretein belül, melyet megelőzőleg etüdöket adnak elő, illetve mindenki a maga területén vizsgázik. Erre került sor a napokban is. Nem nagyon szoktunk rossz jegyet adni. Igazán mi második iskolája, második intézménye vagyunk minden növendékünknek, és számunkra az a legfontosabb, hogy megszeressék ezt az ügyet, megszeressék a zenét, megszeressék a képzőművészetet, a táncot, és minden egyes olyan művészeti ágat, amivel foglalkozunk. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek jól sikerült, hiszen itt a megmérettetés, ha ezt a szót kell használnom, kinek a maga sajátos és a tehetségéhez mérten szoktuk megítélni, illetve szoktuk osztályozni a gyerekeket. Az osztályozó értekezletünk is egy inkább beszélgető jellegű, általánosabb jellegű, mint egy általános iskolai dolog. Azt hiszem, hogy még a nagy betegség hullám ellenére is mindenki sikeresen túljutott a félévi előjátszáson. Fehérvári István elmondta, hogy a fél évzárás után több megmérettetés is vár a növendékekre, sok helyre hívják őket fellépni, ezáltal fajsúlyosabb, ám ezzel együtt eredményesebb számukra a második fél év. Én tudom, hogy ahogy kisüt a nap, akkor szinte minden hónapban megszámlálhatatlan sok lehetőség van a szereplésre, és hát a második fél év végén is, hát azt már azért inkább nevezem vizsgának, van egy megmérettetés, hiszen akkor minden növendékünk osztályt zár. Minden tanszakon lesznek kisebb, nagyobb bemutatkozási lehetőségek, például a tavasz közelettével egy házi etüdversenyt rendeznek a zongoristák számára, ahol több korosztály is színpadra áll. Ez a lehetőség a tanulók és a pedagógusok számára is egy jó kiinduló pont a jövőre nézve, mind az egyéni, illetve a közös munka szempontjából.